szovjet barátság megingathatatlan, töretlenül fejlődik, és ma erősebb, mint korábban bármikor volt. Szentendrei Vajda Lajos stúdió és a Bizottság zenekar alapító tagja. Ma Los Angelesben él. Fe Lugosi László képzőművész, a Szentendrei Vajda Lajos stúdió és a Bizottság zenekar alapító tagja. Ma Sárospatakon él. Tulajdonképpen Kecskeméten kezdődött a Purgatórium klubbal, amit 1968-ban csináltunk, Zámboresivel. Az mi volt, egy pinceklub vagy? Nem, az egy ilyen postásszakszervezet volt a kis klubja, és ott mi csináltunk műsorokat, koncerteket, aztán betiltották ezt a klubot. Hát mert az akkori lehetőségeket sokszorosan túlléptük állítólag a természetességük, a szabadságokkal. Evzámbó István képzőművész, a Vajda Lajos stúdió és a Bizottság zenekar alapító tagja ma is szentendrén. A stúdió az 71-ben alakult, de mi már az első akciónkat, ami egy szabadtéri kiállítás volt a templom téren, 68-ban megcsináltuk. Annyira jó sikerült, hogy elhatároztuk, hogy ezt jövő évben is megcsináljuk, és szólunk még több barátunknak. Akkor már az 5-ből, ha jól emlékszem, 54 barátunk jött önkéntes alapon, teljesen lelkesedésből, és hoztak is képeiket, szobraikat, és kiraktuk. Szabadtéri tárlat, 1971, Szentendre, templomdomb. Nézem a felhőket, olyan szépek ezek a felhők, sejtelmesek, ártatlanok és természethűek. Én is természethű vagyok, Lítajpó, szavai csengnek a fülembe. Én vagyok Lina. Egy őszén volt, és számomra az volt a döbbenetes, hogy tényleg olyan fantasztikus erővel dolgozott mindenki, hogy egy jó kiállítást csináljunk, és hogy megmutassuk magunkat. Ez nagyon kérész életű volt, mert a rendőrség kiszállt, és pár percet adott, és beterelt minket az iskola udvarba. Tehát döbbenetes volt nézni az embereket, rengetegen voltak, több százan. És a akkori szakma kiválóságai, mint például Balcsai Jenő,
az első, az egészből szerintem semmit nem értett szegény, hogy mi történt. Elsősorban kocogott és tereltek mindenkit. Be kellett hordanunk a képeket, és tényleg egy ilyen olyan állapotok voltak ott pár órán keresztül, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz velünk. És a Nalaja happening az mi volt? Hát a Nalaja happening az öcsinek volt egy baráti gesztusa, mert 70-ben én különböző okok miatt idegosztályra kerültem. Megőrültem egy kicsit, és aztán ennek az átosztálynak a bevonulásának az emlékére akart egy kis megemlékezést csinálni a Szent Endrei főtéren, ahol ő tulajdonképpen furuljázott, verseket olvasott föl, mások is részt vettek ebben, és különböző játékos dolgokat csináltak, és a játékos kérdéseket tettek fel, és a közönségnek ezért ilyen festett sámfákat, meg különböző furcsa tárgyakat adtak ajándékba. Én felolvastam egy szürrealista előadásomat, amit persze senki nem értett, mivel annyira szürrealista volt, de egyszerűen lement ez a dolog, míg nem ez az akció a végén egy rendőri intézkedésbe fullant, elkezdődött egy ilyen nyomozás, hogy mi volt itt, versszavalás, előadás, milyen előadás, mi, ki, hogy. Tehát egy eleve egy gyanú támadta a hatóságokat, és hát mindenkit megkerestek, fölkutattak, lenyomoztak, letartóztattak, és hát elkezdődött egy nyomozás. Most szerintem az tört, tehát így utólag, akkor ezt nem értettük, utólag világos, hogy ő, hogy valószínű, hogy a hatóságok azt gondolták, hogy itt valamilyen szervezkedésről lehetett szó, vagy valamilyen olyan lázításról, amiről persze szó se volt, de hát ez volt a levegőben. Szó volt viszont valami edvinizmusról, amit nehezményeztek. Evzámbó István, edvinista hitszintmérő, periszkóp életfa, 1969. Edwin az én életemben, ez egy fiktív jövevény, amelyik lótető formájában látogatott le a földre, és e köré fogalmazódott meg nekem egy művészeti manifestumom, hogy így mondjam, az edvinizmus. De hát abban az időben mi naponta három művészeti manifestumot fogalmaztunk meg esténként a kocsmasztaloknál. Ez egy játék volt, amit mi minden nap éltünk. Ez volt a létezési formánk, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztunk. Költők voltunk, festők voltunk, és életművészek, ugye? Hangsúlyozom, hogy 16, 17, 18, 20 éves fejjel. Első edvinista kiáltvány, részlet. Temessük el a valóságot, ami látszólagosságával hazuggá tesz minden formát. Biztosítsunk helyet képzeletünk végtelen lehetőségeinek. Kutassuk a megfoghatatlan dolgok szerkezetét. A végén mondjuk elítélték ezt a társaságot, nagyon érdekes módon. Végül is megállapították, hogy egyenként senki nem volt bűnös, hanem így közösségbe követtük el a bűnt, vagyis nagyon érdekes megfogalmazása volt, akarat egységben elkövetett garázdaságért végül is mindenkit elítéltek. És hány napig voltatok bent? A szereplők közül 5-en 6 hónapig, a többiek szabadlábon védekeztek. Én egy igazságügyi orvos szakértőhöz kerültem, aki viszont engem faggatott hosszan, miután ott volt a kiáltvány a kezébe 13 ponttal, ami világosan le volt írva, hogy mi a, ez volt az első edvinista kiáltvány, ugye? Hogy ez mi, mit jelent, mi akar ez lenni, milyen mozgalom. És hát lányos zavaromban, kínomban kénytelen voltam szintén olyan elvont szöveget mondani, és hát kénytelen voltam azt mondani, hogy tulajdonképpen ezt fogják fel egy zászlónak, amit olyan szél fúj,
illetve amit olyan szél lobogtat, ami nem fúj. Evzámbó István, hitszintmérő, periszkópnyelő jelen és jövőmérleg, 1969. Végül is a hivatal felkérésére alakultunk stúdióvá, mert szerintem ez egy ilyen belügyi ukász volt, hogy hát az ilyen csoportosulásokat mederbe kell terelni, nevet kell adni neki, programot kell megfogalmazni, és vagy valamilyen szakkör, vagy valamilyen művelődési házhoz kapcsolódó szakkör formájában működtetni. Tehát tulajdonképpen így jött létre a Vajda Lajos stúdió. Kaptunk egy pincét például, ami hát egy nagy szó volt abban az időben, hogy rendelkeztünk egy önálló helyen, ahol nagyjából azt csinálhattunk, amit akartunk. Amikor csináltuk a padlót, betonoztuk önnek a pincének a padlóját, én azt akartam, hogy a padló vízszintes legyen. És a Valhon Andrásnak a zámbölcsike elkezdték a padlót ferdére csinálni. És én felháborodtam, hogy egy padlót legyen már vízszintes, eleve egy posztamest nem áll meg rajta, hogyha padló nem vízszintes. És ők nagyon keményen legorombítottak, letorkoltak, hogy milyen őrült, hagyományos, hülye felfogásom van, hogy egy padlót vízszintesre képzelek el például. De tudok még mondani ehhez hasonló történeteket. Volt egy ismerősöm a pártbizottságon, és megkért, hogy menjek be hozzá, szeretne velem beszélni. Bementem hozzá, és egyszerűen közölte velem, hogy én nem barátkozzak az ilyen zámbó félékkel, mert az veszélyes lett rám nézve. És én mondtam neki, hogy hát engedd meg, hogy én válogassam meg magamnak a barátaimat. Matyó Falvi Gábor panaszkodott nekem egy alkalommal, hogy állandóan zaklatja valamiféle rendőr. Mindig adatokat akartak tőle kérni. És én azt javasoltam neki, hogy te tudod, mit hívjuk meg. Minden kiállításra küldjünk nekik meghívót. Tudom, Jamricskának hívták, megcímeztük a meghívót, Pest megyei rendőr főkapja, Jamricska elvtárs. Mindig megkapta a meghívót. És minden egyes megnyitó masíroztak lefelé kettesével, hármasával az elején. Ez a dolog tartott egy-másfél évig, aztán eltűntek. Megmondták a dolgot. Én nem tudom mai nap is, hogy miért féltek ugye a kézművészettől. Tehát megjelent valami, lejött egy átlag hivatalnak és nem értette. Túl individuális volt talán a mű, vagy nem tudom. Szóval ez tudom, hogy veszélyesnek tartották. Nagyon sokáig. Értetlenül állt előtte. Én emlékszem egy olyan kiállításra, amikor itt Maróti volt a pártitkár 72-ben. A Metróklubban csináltunk egy kiállítást, és a Regis Szentendrei Pártbizottság kivonult, és be akarták tiltatni a kiállításunkat. És mire hivatkoztak? Mit mondtak? Hát tulajdonképpen azt, hogy mi elmebetegek vagyunk, akkor... Tehát majdnem, hogy mondhatnám azt, hogy lehet, hogy elhangzott az is, hogy ellenforradalmárok vagyunk, de az elmebeteg, tudom, ez nagyon többször hangoztatták, és ez nem az a magas művészet. Le akarták szeretni a képeket, és hát már nem tudom a nevét a Metroklub akkori igazgatójának, akkor nagyon keményen megvédte a társaságot, és kiutasította a Maróti Ékatonnét. Tehát állt a kiállításunk. Az volt a cím, hogy ideg az ennedigen, idegen címmel ment a kiállítás. Szóval ilyen poénos címe volt, de akkor egy nagy port kavart. Megtaláltam az igazi szöveget a kezdéshez. Várja, oda megyek. Rákkeltő levegő. Belém bújt három nő. Jön majd egy másik mit. Indirekt szólf és mink. Bezúzatom magamat. Megnyírom az agyamat. Szent ideg temető. Hisztérikus telefon szerető. Itt vagyok valahol. Műanyag lesz a pokol. Jó lesz, András? Nekem nagyon jó barátom volt a Felugosi László. Ő gyakorlatilag... Ugye nem véletlenül lett ő Felugosi, én meg Evzámbó, ugye ez egy ilyen betűcsere történt. Én edvinista voltam, és csak e betűt használtam a nevem előtt.
Ő flugomániás volt, ő egy F betűt használt. És egy ötletem jött, hogy cseréljünk betűt, én nekiadtam az E betűt, nekem adta az F betűt, én azóta vagyok F Zábor felugosi. Tehát ez egy ilyen lélekvér szerződésszerű gittegyletes téma volt, de ezt így utólag magyarázok bele, akkor ez csak egy ilyen szójáték volt, vagy hogy mondjam, egy egymás között egy játék. Később bekapcsolódott, ugye itt a szabadtéri kiállításokat szerveztük a Lacával, meghívtunk mindenkit, akit el tudtunk kérni, vagy aki az utunkba esett, és így jöttünk össze a Vahorn Andrással, vagy később a bizottság együttes tagjaival, akikkel a zenekart megalapítottuk. A zenekar akkor egy bizottság, hogy dobost kerestünk, és volt egy régi barátunk, akit akkor már 5 éve nem láttuk, és kinyomoztuk, hogy Budakalászon lakik, és elmentünk hozzá, és mit tudom én, 4 voltunk, véletlenül pont mind a 4 ilyen fekete ruhában voltunk, és hogy kiszálltunk az autóból, olyan volt, mintha egy ilyen küldöttség menne. Most ő nem tartózkodott otthon, ezért hagytunk egy cédulát, hogy figyelj, holnap próba van, kéne dobolni, gyere, szia. És hát ezt én írtam a helyzet, és mondom, figyelj, írjuk alá, hogy bizottság, mert olyanok vagyunk, mint egy küldöttség, bizottság, amelyik itt most megjelent. És tulajdonképpen így lett a nevünk bizottság. Továbbá volt egy ilyen hátsó után ötlet, hogy hú, de jó kis név, hiszen ez a bizottság szó, gyakorlatilag minden vezércikbe előfordul 5 milliószor, és hát ez egy ilyen bújtatott reklám nekünk, hiszen tehát ez Erlenyi, tehát így lett ő a bizottság együttes. Mondjuk hát az állapotokat az nagyon jól mutatja az a sztori, hogy amikor a hanglemez gyártóvállalat a második vagy az első lemezünket adta ki, akkor nem szerepelhetett ez a név csak úgy magába, hogy bizottság. Nem tudjuk miért, de hát ezt mindenki érzi, ennek a hülyeségét. Ezért az Albert Einstein bizottság nevet vettük fel, tehát ezáltal mindenki megkönnyebbült, és megjelent a lemez. Jöjj, agyvelő! Van még idő, nincs még a világnak vége. A bizottságzene, hát számunkra egy döbbenetes élmény volt. De szinte magunkat láttuk a színpadon, ott Marosvásárhelyen. A helyzet különbözőségéről nem akarok itt most részletesen beszélni, de a vágyaink megvalósulása köbe ezt jelentette számomra akkor a bizottság. De hát a kézművészet területén is hasonló problémákkal küzdködtünk. Magyarán szólva attól, hogy mitől dőlik a légy, ezt mi is tudtuk. Ugyanannyira, mint Szentendén a társaink, sorstársaink. Előzetes letartóztatás, megkurcolások után 1974-ben a Vajda Lajos szellemiségét vállaló csoport megkapta ezt a pincét, ahol most állunk, mely a 70-es, 80-as évek művészeti mozgásainak egyik legérdekesebb, legizgalmasabb színtere lett. Vajda pince, 1989. október. Felugosi László és Szirtes János. Performance. Igaz, hogy 1986-87-ben is voltak betiltási kísérletek, katalógus szöveg, műtárgy reprodukció betiltások, ám ez a közben megerősödött csoport nem csinált merev programot. Jó, jámbor, progresszív, érdekes, autonóm, független, véresen mókás és pimaszkodóan komoly műveket várt tagjaitól, nem mást. Ami nagyon tetszik, az
az az érzés, ami ezeket az embereket egybe tartja, nevezetesen a, szerintem a másik Magyarország, ami mindig is létezett, csak valahogy nagyon a föld alá volt kényszerítve, és ezek az emberek ennek dacára megőrizték a szabadságukat, a személyes szabadságukat, és mindazt, ami a szabadságba beletartozik. Az az érzésem, hogy van egy igazi Magyarország, és van ez a tálalt, vagy szépített, vagy tulajdonképpen kitalált, manipulált, kontraszelektált Magyarország, és van az igazi. Az igazihoz tartozik ez a kiállítás is. Ezt egy jó ötletnek tartottam, hogy egy koporsóra furok egy lukat, és kijön belőle a fény, és most ezen dolgozom, hogy szeretnék 10 darab koporsót 10 fénysugárral kiállítani, majd lehet, hogy itt a Vajda pincébe. Ez engem már régóta foglalkoztat, a 72-73 körül jutott a kezembe nekem egy Schopenhauer könyv, és a szerelem élet halál hármas egységéről volt benne szó, amit nagyon azonosnak éreztem az én filozófiámmal, és gyakorlatilag ezzel a hármas egységgel foglalkozom máig is, hogyha így le akarom egyszerűsíteni a dolgot. Hát az élet megvolt, a szerelem is, hát most meg a halál jön, tehát most az a koporsó a téma. Székesfehérvár, Csókképtár, 1990. október. Ev Zámbó István kiállítását a Nemzetközi Érzés Vákuum című performance-szel Felugosi László nyitotta meg. Az akció, például a performance-ek, ezeket azért csináljuk, mert ez egy kísérlet arra, hogy egy olyan festmény hozzon létre az ember, ami egy élőkép. Ez az élőkép, ez valójában egy festményt jelent, csak ez idővel van festve térbe. Ilyen törvényen kívül léteztetek sokáig, na most ez a törvényen kívüliség, ezt hogy lehetett átélni? Underground. Hát egyszerűen át lehetett élni, mert az ember nem is vágyakozott, hogy bekerüljön olyan szituációkban, ahol ez a dolog legálisan működik, tehát intézményesül a művészet. Sokkal jó volt így, és hát nem voltak olyan vágyak, hogy az embert úgy ismerjék el, hogy hát valaki, hogy megjelenik az újságban, vagy a tömegkommunikációban. Ezek abszolút sem merültek. Egyszerűen dolgozat csinálta a képeit, akcióit, fotóit, verseit, és örült annak, hogy egy pár ember a barátai közül megnézi, és el tud róla beszélni. Tulajdonképpen provokálom a megbeszélési lehetőségeket. Igen, provokálom azt, hogy bizonyos dolgokról essen szó, vagy gondolkozunk róla. Most elmúlóban van az a világ, amit ti provokáltatok, vagy talán már el is múlt. Mi lesz veletek, ha nem lesz mit provokálni? Nincs elmúlóban sajnos. Ugyanaz van, de másképpen történnek a dolgok. Ha a politikai nyomás elmúlik, akkor arra gondolsz, hogy még mindig marad egyfajta illedelmes konformizmus, ami ellen persze, lehet lázadni? Persze, merem remélni. És ott merem remélni azt is, hogy ez a dolog fiataloknak szimpatikussá vált, és próbálják valamilyen módon ezt folytatni, vagy továbbvinni. Mikor hagyod abba a lázadást? Hát ezt nem tudom. Talán, amit, ha mondhatnék valami, ilyen szellemeset, mit van a Zámbó kiállításon egy koporsóban. De lehet, hogy onnan is dövendölni fogok. Ev Zámbó István, Csodálatkert. A koporsó fekete doboz, zárt rendszerű végtelen. Örökös élet-halál hajó,
melynek előre haladása süllyedés, süllyedése visszafelé haladás, visszafelé haladása emelkedés. A koporsóban egyetemes energia van. Ha lukat fúrunk rá, az erő kiszabadul, és hidat ver az evilág és a túlvilág közé. Ennek ellenére koporsóba lukat vágni abszolút optimista tett. Óbuda, 2001. október. Három karma című közös kiállításokra Evzámbó István Szentendréről, Felugosi László Sárospatakról, Vahorn András Los Angelesből érkezett. Részlet Felugosi László írásából. A művészet, mint annyi minden más is, üzlet lett. És az üzlet már-már művészetnek szeretne látszani, pedig csak az, ami. Az üzlet a pénzszerzés rafinált módja. Manipuláció, machináló önzés, kényszer, pont az ellenkezője annak, amit számomra a művészet jelenteni bírt. Soha nem tévesztettem össze az életet a művészettel, mert az volt a szép az egészben, hogy egy kettő ugyanaz volt, de mára már nem szakadt tovább. A kettőből is alig van valami, ami a másság csodás fényében jelentkezhetne. Nem vagyok romantikus, nosztalgikus, de ha kell, Don Quixote-i egyén maradok, hogy lovagi módon vívjak meg egy mindentudó szélmalommal. Budapest, 2002. szeptember. Kiállítás a Műcsarnokban, a Vajda Lajos stúdió 30. születésnapjának tiszteletére. A Műcsarnok lépcsőin bemutatásra kerül az űropera. Transzszimbolikus hangterápia és zajba lett, zenei happening. Vezényel Evzámbó István. Előadják az űrharmonikusok. Másképpen, Evzámbó István írja. A közel 200 fő zenekar tagjai között megtalálhatjuk részben a kortárs képzőművészet és a zenei szubkultúra prominens személyiségeit, a hazai rock élet párhírességét, részben pedig azokat a földérzékeny űrutasokat, akiknek léte a világegyetemben speciálisan bizonytalan, és akik ellenállhatatlan vonzalmat éreznek a tisztaság gátlástalan önkifejezésének zenei formái iránt. Köszönjük szépen a kiállítás, a belehet várat! Annyira boldogság, hogy ezeket lehet így látni. Jelrendszerek, jelek jelennek meg. Ez a magyar rovásírás, vagy székely magyar rovásírásnak a jelei, ez egy részben egy ilyen rejtőzködő valami. Ezzel valamikor írtak, százakon keresztül titkos írásként használták. Később úgy építettem be a munkáimba, hogy amikor úgy rejteni kellett sok mindent, rejtőzködni kellett, most ezt azért ezt olyan értelemben, hogy úgy akartam, hogy azt a mondani valómat, nem azért, mert olyan volt az ország, amilyen, hanem egyáltalán én, mint absztrakt művésznek kellett valami olyan jeleket, vagy mondjam, képpé formálni, amivel én közlök. Na most én úgy éreztem, hogy ez habitusomhoz ez áll közel. Ugyanakkor pedig olyan konstruktív jelek ezek, amik tulajdonképpen ebben az egész motivum világban, amit nekem Szentendre adott minden, ugyanúgy belefér. Na most ezek a jelek adták később az én angyal szárnyaimat is. Hát amikor nyilalozott a szemem a művészetre, úgy döntöttem, hogy fölkeresem Barcsai Jenőt. Mivel, hogy őt egy iskola alapító mesternek gondoltuk többen is Marosvásárhelyen, és hát rongyossá olvastuk a művészeti anatómiáját, és hát így sikerült, hogy 74-ben fölkerestem a mestert, aki
tudva levőleg nem volt egy nagyon kedves ember. Úgy kedves volt a maga módján, csak volt neki egy morc természet, és azonnal kirúgott, ami nem ért meglepetésként, mert fő voltam rá készülve, mondták, hogy ilyen. Aztán azért kitartottam, és mentem másodszor is, harmadszor is, és akkor azt mondta, hogy na jó, mit akar, jöjjön be. És akkor bementem, és mondtam, hogy hát én semmit sem akarok, csak megérinteni, úgy, ahogy a kultikus helyeket érintik meg a zarándokok. De hát ezt nem mondhattam, hanem valamit kitaláltam, hogy a mestert szerettem volna látni, és hoztam fotóban pár munkámat, és megmutattam neki, és megnézte, és mondta, hogy ha, hát ez milyen érdekes dolog ez, van itt Szentendrén egy fiatal társaság, magának köztük a helye. Jelent igazából azt a lázadást, amit minden kamasz átél diákként, és azt egyszer csak hirtelen szembe találkozni a Vajdalói stúdióval a 70-es években, ez annyira valószínűtlen volt, és olyan mély benyomást tett rám meg a barátaimra, hogy hát tulajdonképpen mai napig meghatározó emlék, mert hiszen kimentünk Szentendrére, nagyon szerettük a képzőművészetet, ez nagy divat volt nálunk a gimnáziumban, és hát mint ifjú titánok mivel foglalkoznak, persze modern művészettel foglalkoznak, és ebből is leginkább szürrealizmus meg a dadaizmus állt akkor közel hozzánk, és ugye erről csak olvasni lehetett, az ember olvasott a Kabaré Voltaire-ről, és akkor kimegy Szentendrére, és akkor ott van a Kabaré Voltaire-nek a magyar változata. Szóval ez rendkívüli élmény volt, a szabadságnak a kis szigete volt ez a pincetárlat. Annyira valószínűtlen volt, hogy egy ilyen abszurd korban, tulajdonképpen a maga abszurditásával nagyon normális dolog volt, hogy létrejött ez az intézmény, ez a művészi kör. Vajdásfejekről biztos nagyon sokan mondják azt, hogy ezek, ők szabadok, azok, ők dadaisták, ők öntörvényűek, stb. Ez mindig az, de mindig tematikusan gondolkoznak, és ez rendkívül fontos. Zseniális szlogenek voltak, és ez a szlogen sokkal több, mint csak egy szlogen, ezek témák voltak. Amikor azt mondta az öcsike, hogy csináljunk kiállítást a Vajdapincébe a Gravitáció címen, ez hihetetlenül elkezdett dolgozni az emberbe. És ilyen értelemben közösen dolgoztak az emberek. Itt nem külön művészek voltak, életművecskéket készítettek, hanem ez egy csoportos munka volt. Itt mindenki együtt dolgozott, úgyhogy szuverén, szabad lények találkoztak, megosztották teljesen nyíltan és teljesen gátlástalanul a véleményeiket, a gondolataikat, és külön-külön vagy közösen jöttek létre munkát. Talán a legizgalmasabb része a körül bontakozott kéri számomra, illetve az volt, amikor megismerkedtem a korai korszaknak a költői filozófiájával, mondhatnám így, ezzel az edvinizmussal, ami először nagyon meglepődtem tulajdonképpen, és egy marhaságnak tartottam. Nem is értettem, amikor az öcsével először beszélgettünk erről, és beavatott ezekbe a régi kamaszkori mesékbe és filozófálgatásokba, de ahogy egyre jobban elmélyedtem ebbe a kérdésbe, rájöttem, hogy ez az egyik leglényegesebb pontja a Vajda stúdiónak. Mert ebbe olyan filozófia fogalmazódik meg,
egy olyan életszemlélet, ami máig érvényes. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az edvinizmus az egy olyan költői filozófia, ami az itt összejött embereknek a valahogy a lélek testvériségét fogalmazza meg valamilyen szinten, és a társadalmon kívüliségét, amit persze én pozitíve értelmezek, tehát nem pusztán egy direkt szembenállásról, egy direkt kivonulásról van szó, hanem egy olyan életérzésről, ami a kamaszkorban alakult ki, olyan emberekben, akik egyszerűen idegeneknek érezték magukat az akkori társadalomban, és megpróbálták megfogalmazni a maguk ellenvilágát, az ellen valóságukat. És ez egy költői valóság volt. A történet azzal kezdődik, amikor először találkoztam velük Szihalmon. Tiszaújvárosba, akkor Leninvárosba igyekezett a társaság, én nem ismertem az alapító tagokat. Megérkeztek Szihalomra a Döme bisztró elé a hármas úton, ahol találkoztunk. Beszálltam nem emlékszem, vagy az öreg Mercedesbe, vagy a Barbour kocsiba. Nagyon frenetikusan hatott rám az ott túl tengő és a kocsiba elterjeszkedő finom szellemesség, a szabadságnak a hihetetlen, csak a kocsiba levősége szinte. És én akkor nagyon jól éreztem magam így mezőszemeréről követve őket, és egészen Szentendrég a Vajdalon és Fülyő pincéig követtem a társaságot. Bukta Imre performance a műcsarnokban előadják a mezőszemerei asszonyok. Imre művének statikai bizonytalansága is nyitott. Mondj egy példát, Irén, hát talán egy Imre németországi kiállításon azt kutatja, lehet-e közös emlékezete az időben és térben távoli embereknek. Az alföldieknek és német alföldieknek. Az emlékek képesek olyan soha nem volt világot teremteni, ahol távoli terek és idők összejöhetnek. És amikor korcsolyán házi állatokat visznek egyik helyről a másikra. Minimális tájkép, ez bözi. A reális táj ábrázolása kapcsán. Festőként a Dunaparton kószáltam, kerestem a nagy motívumot, vagy a Tédrust, gondoltam, hogy ott megtalálom, vagy a Balbek romjait. Minden esetben a Szentendrei Dunaparton mentem, és láttam egy fiatal embert, inkább egy fiatal legényt, így mondanám, a homokba ott valamit matatni. Ilyen szép kis dombocskák voltak, ilyen kis plasztikák, kis formás, kis érdekességek voltak. Rákérdeztem, hogy mi ez itt. Azt mondta, nagyon szép kis ilyen kis szobrocskákat csinálok itt, ilyen kis plasztikákat. Én is belavatkoztam a dologba, rögtön kitaláltuk, hogy ez igazából ez a távolság, amiről látjuk, ez nem igazi. Ezt valahogy föntről kellene, valahogy jobban kellene. Kitaláltuk, hogy papírsárkányról kellene lefényképezni az egészet, és akkor az egész úgy, ahogy van, tökéletesen, mint a piramisok, a sivatag, vagy ilyen látszatú képet nyerünk. Na most ez a fiatal legény, ez Zámbó öcsi volt, és azóta mondjuk eltelt pár évtizedben elég sok mindent csináltunk közösen. Például mink ebből elég jelentős volt a bizottságzenekar, amiben
mondjuk közösen egy jó kis együttest csináltunk. Biztos van egy jó pár emlék, amit magammal vinnék egy lakatlan szigetre. Hát nem tudom. Mindent magammal vinnék, de mondjuk amire az ember legjobban vigyáz, talán az a gyermekkornak az a tisztasága, ami a tudatlanságon alapul. De ez olyan tudatlanság, ami attól tiszta, hogy az ember nem hagyja önmagát megrontani, vagy hogy úgy mondjam, nem is jó kifejezés ez, hanem elrontani. Tehát nagyon sok hatás, ami éri az embert, amivel kénytelen együtt élni, aminek a mechanizmusait kénytelen megtanulni, kénytelen alkalmazni, mert emberi társadalomban él, és rákényszerül az ez ellen való küzdésre. Tehát itt gondolok a bürokráciára, vagy gondolok azokra a társadalmi életben, hétköznapokban építési engedélyekre, vagy gondolok olyan szabályokra, vagy olyan törvényekre, aminek az értelmetlenségét látom, és látom a kilátástalanságát, a megváltoztatás. Tehát hogy nem lehet megváltoztatni. Ezeket elhagynám, az biztos, hogy ezek ne érintsenek meg. Mondjuk azért máig is azért vigyázok erre, hogy egy kicsit azért távol tartom magamtól. Tehát amit magammal vinnék, az a gyermekkor tiszta naivitása. Fellugosi László és Szirtes János performance a Műcsarnokban. Címe: Kis feszültség. Az akkori viszonyok között, amely ugyanúgy, mint a mostani is teli volt képmutatásokkal, és ezek nagyon irritáló dolgok voltak, és ezt próbáltuk valamilyen módon kompenzálni, mert azt képzeltük akkor, hogy a művészetben van egyfajta olyan hitel, amivel érdemes együtt lenni. Ez a tényleg irritáló hazugság, ami körbevet, ezt próbáltuk valamilyen módon nem megszüntetni, hanem ebből a világból eljönni, illetve egy saját világot, egy méltó világot találni. A ti világotokban mi volt a legfontosabb? Hát az, hogy valamennyire szabadnak tudjuk érezni magunkat. A szabadságnak valamilyen szabadságnak vágynak valami kínzó érzetét próbáltuk kielégíteni. Volt egy hősi időszak, amikor mindenki, aki az egybe ott ült a kocsmába és beszélgetett. És akkor, és ez igazából a legerősebb akkor volt, amikor még nem is volt ez Vajda Lajos stúdió. És attól kezdve, ahogy ez az lett, és dolgok kezdtek el javulni, kialakulni, a Vajda Lajos stúdió annál jobban esett széllyel. És aztán pedig valamivé vált, ami már nem az volt nyilván, mint amikor kialakult. Tehát, hogy is mondjam, csak amikor még nehéz volt, akkor volt az összetartás, és ahogy könnyű volt, akkor meg széjjel ment mindenki, szana széjjel.
Vahorn András, az ördög rákiabál a katonára, annak egyik fülén be, a másikon ki. 1970. Egész biztos, hogy nekem ez megfelelt az egyetemnek, főiskolának, vagy valaminek, egy olyan közösségnek, ami egy igazi közösség volt. Azt hittük, hogy egy célért együtt dolgozunk, vagy egy dologba hiszünk. Mi volt ez? Ez akkor a művészet volt, függetlenül stílusoktól és mindentől. Az, hogy én művész akarok lenni, az is vagyok, mindenek ellenére. Tudod? És ez egy nagyszerű érzés volt, hogy ezt mi egymásról elhittük és tudtuk. Na? És ahogy aztán azok is lettünk hivatalosan, mert már igazából a Vajda Lajos stúdió az, hogy ez megalakulhatott, már ez is egyfajta elismerésnek tűnt. Akkor már ez nyilván, hogy megváltozott. Tudnélik, megszűnt akkor már az, hogy senki más rajtunk kívül ezt nem képzeli. Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Itt az idő, eljött a perc, hogy a tétlenség telét felváltsa a tettek tavasza. Utolsó pillanat ez, a végső. Lelketek mencsvára, üdvösségetek nemtője a bizottság tánczenekar, még egyszer utoljára, mint egy ezer sebtől vérző vad végső nekibuzdultságával magasra emeli az ábrándott szellem, véráztatta, tépázott zászlaját. Engem nem művészileg táplált ez, hanem mint személyiséget, hogy is mondjam, az az otthonom volt, a valódi barátaim. Annál mélyebb barátaim azóta sincsenek, mint akik akkor voltak. Ez az igazi családom, tudod? A Lugosi Zámbó. Azóta sincsenek ennél komolyabb barátai, még hogyha velük már nem is találkozok, mert a sors szana széljelik minket. Én azt képzeltem, hogy minden, amit csinálok, annak teljesen eredetinek kell lenni, örökké minden rajzomnak olyannak kell lenni, hogy az ne is hasonlítson még az én saját előzőmre se. Ha egyszer rajzoltam egy olyat, akkor most, ha akartam volna, akkor azt mondta, olyan már volt tegnap, gyerünk erre. Tudod? Hát akkor ezt képzeltem, hogy ez fontos. Úgy képzeltem, hogy valami újat kell csinálni. Az amúgy is egy olyan időszak volt, hogy a művészet minősége az elsősorban igazából ahhoz kötődött, hogy mennyire új tud lenni. Azt képzeltük abban az időben, hogy lehet valami újat csinálni, és ha valami új, maga az már a minőség is, az az értelme az egésznek. Az tetszett nekem is, hogy úgy éreztem, azt képzeltem, hogy felfedezek újabb és újabb összefüggéseket és kifejezési formákat. Mai napig hiszel ebben? Nem. Nem, már nem ebben hiszek, nem gondol, nem. A minőség... most már nekem nem attól függ, hogy mennyire új, és már nem is képzelem, hogy nagyon lehet ebben újat csinálni. Most inkább a minősége maga, vagy hogy is mondjam, most már igazából csak szeretem csinálni. Már nem hiszek abba, hogy ez megváltoztatja a világot, tudod? Annak idején azt hittem, és hittem abba, hogy el fogom érni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Népsport, minden nap megjelenik egy művészeti újság, ami a napi híreket a művészek, tehát aknai ma narancssárga színt kevert ki. Ebzámbó István új ecsetet vett. Meg ilyenek, ami benne lesz, mert az embereket annyira fogja ez foglalkoztatni, és szóval úgy benne lesz a közéletben a képzőművészet, mint a sport, tehát minden nap napi hírekbe kíváncsiak, hogy mi történik a művészeikkel, akiktől a megváltást várják. Hát akkor ezt hittem, hát 20-valahány éves volt. Egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, amit nem tudok, hogy ki alapította a Vajda Lajos stúdiót. Tudod? Tehát, hogy ki mondta azt, hogy hát akkor ne csukjuk őket börtönbe,
ne is verjük meg őket, hanem inkább adjunk nekik egy pincét, és akkor majd meglátjuk, hogy mit csinálnak, mint legalább jobban tudjuk, hogy mit csinálnak. De kinek volt ez az ötlete először? Erre vagyok kíváncsi. A másik pedig az, hogy hogy ez az egész létrejött, azon túl, hogy mi milyen tökös gyerekek voltunk. Hogy milyen nagy része volt abban, annak, hogy Szentendrén abban az időben nem úgy volt, mint máshol. Mert máshol úgy volt, hogyha volt két művész, az biztos utálta egymást. És Szentendrén ilyen torzomborzat mellé odaállt Barcsai Jenő, Deny Pali, vagy a Farkas Ádám. És igazából neki köszönhető az, hogy ez nem lett bezárva sohase. Tudod? És ha ők nem lentek volna, akkor ez nem lett volna így. Thank you.